Ez egy közlekedési panorámatükör. Az ehhez hasonló eszközök kihelyezésére akkor van szükség, ha nehezen belátható az útkereszteződés. Mostantól a belvárosban is segíti majd a közlekedést egy. Szerepe az, hogy az áthaladók a közlekedési tükör segítségével jobban belássák a forgalmat. Szükség is van rá, hiszen a Kossuth utcán elhelyezkedő épület sarka megnehezíti a beláthatóságot. Az átadáson Véglászló polgármester hangsúlyozta, hogy ismét tettek valami olyat, ami a sümegiek és a városba látogatók kényelmét, biztonságát szolgálja. Ez nem nagy beruházás, de nagy szükség volt rá. A képviselőtestület döntött úgy, hogy vannak a városban olyan kereszteződések és olyan forgalmi szituációval, veszélyes forgalmi szituációt jelentő helyek, ahova érdemes lenne ilyen közlekedésbiztonsági tükör kihelyezése, és ez bizottsági döntés előkészítést követően képviselőtestületi döntés született arról, hogy itt a főutcán, a Ramazetter utcával szemben lévő szinte beláthatatlan kereszteződésben, valamint fönt a Baggyak szél utca és a Petőfi utca kereszteződésében történjen meg kihelyezése ezeknek a tükröknek. Igazán a beszerzését azt mi végeztük, mint Közszolgáltató Kft., az önkormányzat megrendelés alapján. Ez kihelyezéssel együtt a tükröknek az ára az 50 ezer forint körüli összeg volt. Az autósok praktikusnak tartják a tükör kihelyezését. A belvároson kívül a másik tükör a Petőfi utca nagy kanyarulatánál áll, a jéggyárnál. Az elkövetkező időszakban tervezik még egy harmadik eszköz kihelyezését is.